Üdvözlet mindenkinek, és salom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség a Huának! Üdvözlet mindenkinek, ez az új világrend hírek, röviden 2020 január 25-én az Infobubble csatornán. Valószínűleg mostanra már mindenki hallott a koronavírusról, mely a kínai tartományból Wuhanból terjed állítólag a világban. Nem azt akarom állítani, hogy nem létezik ez a betegség, vagy emberek nem halnak meg. Erre most lehet, hogy nem is fogok kitérni, majd mindenki levonja a következtetés saját magán. Amit mindenképpen érdemes megérteni, szerintem mindenkinek az az, hogy a világ egy színház. Az, amit mi ismerünk, az információ, ami eljut hozzánk, nagyrészt kitaláció és a fantázia eredménye. Arról nincsen szó, hogy ez nem történik meg a valóságban, amiről szó van az az, hogy ahogyan egy színházi előadás, úgy a világ eseményei is egy forgatókönyvet követnek. Vizsgáljunk meg néhány dolgot, és akkor szerintem ez egyértelműbb lesz mindenki számára. Wuhan a fővárosa a kínai Hubei tartománynak. Wuhan közép Kína legnépesebb városa. Kína Csikágójának is hívják, mivel Wuhan egy fő közlekedési központ, ahol mivel több tucat vasút, út, illetve express út találkozik ebben a városban. Így a hazai közlekedésben kulcs szerepet tölt be. Közép-kína politikai, gazdasági, pénzügyi, kulturális, oktatási és közlekedési központjaként ismerik el. CNN azt írja Wuhanról, hogy ez a közlekedési fővárosa Kínának íme egy kép vasútállomásáról. Mindezek mellett érdekes módon hagyományos vasútvonal hálózata mellett a kínai távolsági gyorsvasút két vonala is itt áll meg, az egyik északról délfelé, a másik keletről nyugat felé halad. Wuhanban található az egyetlen közép-kínai repülőtér, amely közvetlen járatokat indít öt kontinens 20 különböző országába, mint egy 109 célállomással. London, Moszkva, Párizs, Róma, New York, San Francisco, Bangkok, Tokio, illetve Seoul ezek közül néhány. 2018-ban 24 millió légiutas, 2019-ben pedig mintegy 29 millió fordult meg ezen a repülőtéren. Ezen a képen láthatunk néhány célállomást, illetve Wuhan nemzetközi repülőterének igazi jelentőségét. Január 23-án a kínai kormány lezárta mind a repülőteret, mint pedig a vasútállomásokat. Számos nemzetközi légitársaság törölte a járatait ebbe a városba, míg minden vonatjegyet kifele, illetve befele Wuhanba felfüggesztette. Hasonlóképpen a város teljes tömegközlekedéséhez. Ez nyilván káosz fog okozni Kínában, különösen úgy, hogy mintegy három milliárd utazást terveztek be Közeledő tavaszfesztivál, illetve a kínai hol új év kezdete során. A The Guardian arról ír, hogy 1280 fertőzött van már is, és 18 város zártak le, illetve a hatóságok attól tartanak, hogy ez a vírus már elérte Európát, az Amerikai Egyesült Államokat, illetve Ausztráliát. Amit én állítok az az, hogy senkinek nincs fogalma azokon kívül, akik uralják és irányítják ezt a világot, hogy mi is az, ami történik. Mindenki hihet, amit akar, vagy vélhet. Igazából a többségek nincsen fogalma arról, hogy ezek az események valósak, vagy sem. És hogy mi is az, ami történik valójában, illetve a háttérben mi áll. Hét órával ezelőtt Sánkhájban bezártak a mozik, és 450 katonai orvos küldtek Buhánba, Malajzia pedig 6 órával ezelőtt már a harmadik esetet jelentette be. Fennáll a lehetősége annak, hogy egy világméretű járvány alakul ki a világméretű járvány, más szóval a pandémia. Ez egy betegség, amely egy egész ország, vagy akár az egész világra kiterjed. A pandémia kifejezés ez görög eredetű pandemos szóból származik, mely a pan, minden, és a demos ember szavakból áll össze. Pán amellett, hogy mindent jelent a görögben, egy istenség is. Mégpedig a természetnek az istene. A római faunus vagy faun görög megfelelője. A termékenység és a pásztorok védőszentje vagy istene, egy szarvas férfi, aki a jól ismert síppal jelenik meg általában. Legutóbb 2006-ban láthattuk a Pán labirintusa című filmben. Csak hogy mennyire az ellenség és a világot uraló elitnek a hatása alatt áll az egész világ, a Péter Penn vagy Pán Péter történet szintén a görög istenség Pán által inspirált történet. Az eredeti Pán Péter történetben ugyanis a főhős szintén játszik egy foruján, a tündéreket szórakoztatván és egy kecskén lovagva. Pán reprezentálja az ember primitív ényét, ellentétben az úgymond civilizációval, illetve a neveléssel, mely meghatározó eleme az emberi viselkedésnek. Pán Péter tehát egy úgymond szabad lélek, ami örökösen fiatalságra törekszik. Felelősségek nélkül, és a korlátok teljes hiányába. Ő soha föld vagy Neverland uralkodója, ahová az elveszett gyerekeket viszi magával és irányítja az életüket. Pán Péter testesíti meg, vagyis ő az archetípusa a végtelen fiatalságnak. Görög Pán egy hasonló karakter, a termékenységnek az istensége és általában félig állat, félig ember, kecske fülekkel, szarvakkal és lábakkal. Pán általában egy erőteljes és Vágytól fűtött figura. A hegységeket kísérti, és nagyrészt a nyájakkal foglalatoskodott, nem pedig a mezőgazdasággal. A sípja segítségével az embereket olyanná tudja tenni, mint az állatok. Egymást tapossák a terrortól. A kifejezés pánik ebből ered. Akárcsak a pandémia kifejezés. Ahogy a játszik a sípján pán, a nép, demosz, megőrül, ez a pánik. Pontosan ez az, amit ezek az emberek csinálnak a világon. Pandémia, vagy pandemónium. Általános, mindenkire kiterjedő pánik, őrület, terror. A merriam Webster enciklopédia online verziójából kiderül, hogy a pánik az a francia panik szóból származik, mely a görög panikosz verziója. Ennek jelentése pedig az, hogy pántól való. Pán pedig nem más, mint a sípos, Ninfa kergető görög istene a termékenységnek, a legelőknek, a nyájaknak és a juhászoknak. A legenda szerint Pán kiáltása félelmet idézelő akár az óriásokban, vagy az emberekben. A Páni kifejezés a korai értelmezés szerint egy melléknév volt, és egy olyan mentális vagy érzelmi állapotot jelölt, amely Pántól származik, melyet ő hozott létre. 17. században jelent meg a melléknév először, és a főnév az egy évszázaddal később követte. Mikor azt kérdezik tehát, hogy a kínai koronavírus át fog -e terjedni az USA-ba, vagy akár az egész világba, akkor amit tesznek, az egy pántól származó mentális vagy érzelmi viselkedés és állapotnak az elterjesztése. Ez az, amit pán csinál. Pán nem más, mint egy ruach, vagy egy lélek, egy szellemiség, amely a világban él, és ezt okozza terrorérzését, félelmet, pánikot. Ezért van az, hogy mindenhol ugyanazt a hírt olvashatjuk, és olyanokat látunk, mint amit például itt NBC News közö, hogy a koronavírus elsősorban fertőzött személlyel való közvetlen kapcsolat során terjed, különösen tűszögés vagy pedig köhögés során, amennyiben az illető 1-2 méter távolságon belül van, amennyiben a betegség bármilyen felületen található, annak az érintése átviheti azt másokra, amennyiben a szem, az orr vagy a szája a kapcsolatba kerül, mint akár egy átlagos nátha. A 2002-2003-as SARS vírus kitöréséből vagy pandémiájából próbálnak tanulságokat levonni az úgynevezett tudósok. Sajnálatos az, hogy az emberek nem figyelnek eléggé a világra, és az emlékezetük is valamilyen oknál fogva eléggé hiányos, hogyha nem így lenne, akkor mindannyian vissza tudnánk idézni a 95-ös vírus vagy Outbreak című filmet. És akkor tudnánk azt, hogy elmondják nekünk, hogy mi az igazság, mert tudják, hogy már mindegy. Ugyanúgy, ahogy a filmben, 1960-as években ezt a halálos vírus zajrében a kormány megőrizte annak érdekében, hogy vegyi fegyvert állítson elő belőle, illetve a vírus című film korabeli időszakában szintén erre törekedett, mikor egy újszerű hasonló betegség ütötte fel a fejét, felidézve hogy mindezt párhuzamot tudnánk vonni azzal, ami a mi valóságunkban zajlik. A New York Post arról számol be, hogy a koronavírus egyszerűbben terjed, mint ahogy azt gondoltuk volna. Most kérdem én, miért olyan egyszerű, vagy miért gondolták, hogy nem lesz az, mikor gyakorlatilag Debrecenből bárhová el tudunk repülni a világon. Okosan egy olyan helyet választottak a vírus központjául, mint ahogy azt láttuk ennek a videónak az elején, amely nem csak az egész országgal, hanem az egész világgal összeköttetésben van. Ennél egyszerűbben nem is tudna terjedni. Szimulálják a jövőt. Legalábbis remélem, hogy ez nem a jövő most. Felkészítik az embereket arra, ami történni fog, illetve magukat arra, hogy hogyan is kell erre reagálni, hogyan kell az embereket kezelni a kialakuló pánikot vagy pandemóniumot. Melyet ők azok, akik létrehoznak. Akkor, amikor a világgazdasági fórum éppen Davosban ülésezik ezekben a napokban, most, és az egyik előadás a sok közül az új szupervírus címet viseli. Január 22-e. A gyógyszereknek ellenálló fertőzések aláássák a modern orvostudományt, a védőoltás ellenesek viselkedése pedig azt okozza, hogy megelőzhető betegségek felütik a fejüket újra és újra. Biztosak lehetünk abban, hogy egy újabb víruskitörés már a horizonton van. Hogyan tudjuk csökkenteni a kockázatot? Ez a kérdés. A világgazdasági fórum az egy nemzetközi szervezet a privát és a köz együttműködéséért. Az egyik feladata természetesen a programozás és az agymosás, ez a legfőbb úgy értem, olyan karakterekkel, mint az Egyesült Nemzetek tanácsának elnöke Antonio Guterres, Angela Merkel, az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen, Donald Trump, az ő lánya Ivanka Trump, vagy éppen Károly Herceg. Szóval amikor ők az új szuperfertőzésről beszélnek egy nappal annak a kitörés előtt, akkor lehet, hogy érdemes mindenkinek odafigyelni arra, hogy mi az, ami történik körülötte. De visszatérve egy pillanatra a vírus című filmre, a jó és a rossz szembenállása érdekes módon alakul. Egy csapat orvos harcol az idővel annak érdekében, hogy megmentsen egy amerikai kisvárost, míg az amerikai Egyesült Államok kormánya harcol azért, hogy a felbukkanó vírust megszerezzék maguknak, és később vegyi fegyverként használhassák. Az egész ügyet pedig eltusolja. Évtizedek óta programoznak minket, és készítik fel az emberiséget arra, ami hamarosan következik. Én nem azt mondom, hogy ez az az esemény, én csak azt mondom, hogy ez egy láncszem abban a folyamatban, ami elvezet minket ahhoz az időszakhoz, amit úgy ismer a világ, hogy apokalipszis vagy a nagy nyomorúság. Itt van néhány film csak ezek közül. Ez a Contagion 2011-ben, hogyha valaki esetleg látta Jude law azt hiszem a főszerepben. A vírus 2019-ből, 28 nappal később 2002 Z világháború, vagy Z világháború, Brad Pitt-tel 2013. A The Crazies, vagy Őrültek, azt hiszem 2010. A Legenda vagyok 2007. Karantén 2008, Patient Zero 2018, 28 héttel később 2007, Cabin Lász 2016, Resident Evil majdnem minden évben egy újabb epizóddal Cabin Lász második része, Megi Schwarzenegger, egy zombifilm, Karantén 2 2011, Doomsday, a vírus aztán 95-ből, az invázió, és gyakorlatilag vége, hossza nincs ezeknek a filmeknek, amely mind halálos vírust ábrázol valamilyen formában, amely az egész emberiségre kiterjed, egy pandémiát, vagy egy pandemóniumot. Még a 12 majom 95-ből Bruce willis is egy ilyen jellegű film. De már 1971-ből az Andromeda köld, vagy Andromeda vírus is erről szólt. Ez itt egy bejelentés Ausztráliából, melyből megtudhatjuk, I'm here to advise you that we now have a confirmed case of the 2019 novel, novel coronavirus in Victoria, the first case in Australia. Jenny Mika, a minister of Australia, has registered as the first coronavirus. Fertőzést. A CBS has said in A dangerous virus is spreading rapidly in China, and US officials are very worried that it could come here. China. hogy az amerikai kormány aggódik, amiatt, hogy esetleg a vírus elérheti az Egyesült Államokat is. Nem szeretném azt állítani, hogy ezek a képek csak a képzelet szüleménye és egy hollywoodi produkció, de mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy a hírek és a hírműsorok nagy része egy hollywoodi produkció. Az amerikai Egyesült Államokban mindenképpen. Ezt nem én találtam ki, ez egy tény. A lényege ennek az, hogy a tömegeket irányítani lehessen. Ezért van az, hogy minden egyes hír azt a célt szolgálja, hogy valamilyen képpen félelmet, illetve terrort ültessen el az emberek szívében, hogy aztán az ő mentális és érzelmi állapotukat ne legyenek képesek kontrollálni, és szükségük legyen valakire, aki segítséget nyújt nekik ebben a helyzetben, ez pedig nem más, mint a hatóságok ahogyan a pingvin fogalmaz a Batman visszatér című filmben, mikor azt mondja, hogy úgy játszom ezzel a tetves várossal, mint ördög a templomi orgonán, úgy játszanak ezek az emberek a világgal. Ez egy összehangolt folyamat eredménye, ezt a célt szolgálja például a Davos Világgazdasági Fórum, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, a Világbank, a Világkereskedelmi Szervezet és az ehhez hasonló intézmények. Ezek azok, amiken keresztül koordinálják ezek az emberek a lépéseiket, és nem is azt mondom, hogy mindenki feltétlenül gonosz, vagy benne van ebben az egészben, csak azt, hogy mindenki játsza a saját szerepét. De kétsége ne legyen senkinek afelől, hogy minden, amit a hírekben lát, manipulálva van, és ezek az emberek mind egy szerepet játszanak kivétel nélkül. Ezek nem valós emberek, ezek karakterek, melyeket kitaláltak számunkra szerepek, melyeket ők eljátszanak, archetípusok, melyek manipulálják az emberek érzelmi és mentális állapotát annak érdekében, hogy könnyebben irányíthatók legyenek. Pont ugyanúgy, ahogy pán teszi azt az ő sípjával és az ő kiáltásával, mely terror visz az emberek szívébe, a mentális és érzelmi állapotukat pedig befolyásolhatóvá és sebezhetővé teszi. Amit mi úgy hívunk a világban, hogy média, ez, pán, sípja. A hírügynökségek és a média csatornák azok, amelyek segítségével pán terjeszti a hazugságot, a terrort és a félelmet a világban. Ezért van az, hogy mindegyik ugyanarról számol be, hogy lehetséges az, hogy a National geographic kezdve a CNN-en át, a Guardian, mindenki, szó szerint ugyanazt fújja. Itt azt olvashatjuk, hogy a koronavírus az emberek között terjed, de eredetileg az állatkereskedelem piacáról származik. Mint egy húsz évvel ezelőtt megjelent egy addig soha nem látott vírus Kína állatkereskedelmi piaca. 2003-ban a betegek lánztól, hidegrázástól, fejfájástól, illetve köhögéstől szenvedtek. Mint egy átlagos nátha vagy influenza esetén. Sok esetben ez aztán később halálos tüdőgyulladást okozott. Érdekes módon ez lép formájú, hadszög alakú lyukakat hagyott az emberek tüdején. Természetesen mi ezt elfogadjuk kész tényként, hogy hadszög alakú lyukakat hagy az emberek tüdejében, elfelejtvén azt, hogy mi is a szimbolika emögött. De én megpróbálok segíteni ebben. Magyarán szólva az állatokról átterjedt ez a vírus, az emberekre ugyanúgy, ahogy a jelenlegi koronavírus is feltételezhetően legalábbis szerintük alakul. A vírus című film történetében pontosan ez a helyzet. Egy fehér fejű kapucnis majom az, ami a vírus hordozója, és innen terjed át egy állatkereskedőre, majd azután, szépen lassan a világban. Ez azért van, mert a világ egy színház, és az embereket úgy manipulálják, ahogyan Pán manipulálta az állatokat és a pásztorokat, és mindenkit, aki hallotta a sípját. Ahogyan csak ő akarta. És a félelem az, ami összetartja a társadalmat. Pontosan ez az, amit elmondanak nekünk a Star Wars című filmsorozat négyes epizódjában. Fear will keep the local systems in line. Fear of this battle station. Pontosan azt, ami történik ma a világban. A félelem az, ami rendet fog tartani az emberek között, a félelem ettől a támaszponttól. Pán a sípjával félelmet és terrort idézett elő az emberek szívében, ezért a mentális és érzelmi állapotuk megváltozott, így könnyebb volt őket irányítani. Gyakorlatilag az ő hatása alá kerültek. Pontosan ez történik a világgal ma. A média segítségével örökösen bombáznak minket ezekkel az információkkal, melyek félelmet idéznek elő és terrort az emberben, megváltoztatván annak a mentális és az érzelmi állapotát így könnyebben kezelhető és terelhető. Ez az, amit mondanak nekünk a filmekben. A legtöbb ember örökös rettegésben éri le az életét. Fél attól, hogy összeomlik a gazdaság, hogy mi lesz a hitelével, hogy elveszti a munkáját, hogy elveszik az autót, hogy egyedül lesz, hogy elhagyja a felesége vagy a férje, beteg lesz a gyerek, a nagymama, rosszak lesznek a gyerek eredményei az iskolában. Hogy fognak megélni, mi lesz holnap, vagy éppen egy halálos vírus elpusztítja az emberiséget. Ez az, amit akar a világot irányító elit. Ennek az ellenkezője az, amit nekünk tennünk kéne. Erre figyelmeztet Salomo példabeszédek vagy Misli 29-es fejezetében. Az emberektől való félelem tört vett, de aki bízik Jahuában vagy a Teremtőben, az kiemelteti. Az emberektől vagy a világtól való félelem az egy csapda az ember számára. Ezt használja ki Pán a sípjával és a kiáltásával amikor félelmet és terrort idéz elő az emberek szívében. Ezt használják ki a világ vezetői, akik folyamatosan, ét-nappal át éve azon dolgoznak, hogy újabb és újabb hazugságot találjanak ki annak érdekében, hogy manipulálni, programozni és irányítani tudják a tudatlan tömegeket. Amit tennünk kellene, az végtelenül egyszerű bízni a teremtőben, és majd ő felemel és kiemel minket ebből a világból. Ez volt az új világrend hírek röviden 2020. január 25-én az Infobubble csatorna. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség a halleluja és salom!